körvonalazódik a 4 milliárdos reptérfejlesztés, folyamatosak a szakértői egyeztetések. Időjósló nap hagyományőrző programmal várták a tavaszt az evangélikus óvodában. Sportolj együtt olimpikonokkal, Szász Kovács Emese, olimpiai bajnok párbajtőröző tartott élménybeszámolót a Jankaiban. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. A vasút és a közút mellett Békés Csaba légi úton történő elérhetőségét is szeretnék javítani a szakemberek. A Modern Városok programjában megfogalmazott repülőtér fejlesztés célja, hogy a város még vonzóbbá váljon a befektetők számára. A témában folyamatosak az egyeztetések, hamarosan kormány előterjesztés készül a részletekről. Új szelek fújnak a légi közlekedésben Békés Csabán, hiszen hamarosan az eddiginél jóval komolyabb szerepet tölthet be a megyeszékhely repülőtere. A bővülő turisztikai látványosság, ami a térséget érinti, növelhetné a belföldi, illetve nemzetközi utas forgalmat. Továbbá a 44-es út bővítésével, gyorsforgalmi, illetve négysávossáv bővítésével a teherforgalom, földi teherszállításhoz is csatlakozhatna a légi szállítás. Ehhez azonban fejlesztések szükségesek, hiszen a jelenlegi infrastruktúra most még csak kisebb gépek fogadására alkalmas. A miniszterelnök tavaly áprilisi látogatásakor azonban azt ígérte, hogy a Modern Városok program egyik elemeként ezen is változtatnak majd. Az önkormányzat működteti a repteret, de az állam tulajdonában van, és azt mondta a polgármester, hogy a jó gazda gondoskodik a jószágról, tehát abban állapodtunk meg, hogy első ütemben meghosszabbítjuk a kifutópályát, hogy nagy gépek is le tudjanak szállni, és a legszükségesebb műszaki beruházásokat is elvégezzük, és egy második ütemben pedig további fejlesztéseket hajtunk végre. Ez összességében 4,1 milliárd forintnyi reptéri fejlesztés jelent itt Békéscsabán. Az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakértőivel azóta folyamatosan zajlanak a tárgyalások. Legutóbb hétfőn járt Szarvas Péter polgármester és Bacsa Vendel jegyző Budapesten, ahol több kérdésben is megállapodtak. A reptér fejlesztésének, a kifutópálya hosszabbításának, a biztonságos le- és felszállító rendszer kiépítésének, egy még korszerűbb fogadóépület megépítésének lesz jelentősége a jövőben. Úgy álltunk fel jegyző úrral a pesti tárgyalás után, hogy a minisztériumi szakemberek, államtitkár úr, helyettes államtitkár úr az érveinket meghallgatta, jónak tartotta. A városvezető hozzátette, a fejlesztésekről kormány előterjesztés készül, ami márciusra várható. Az átlagost meghaladó mértékű az oktatás és egészségügyben az emberek jövedelem emelkedése, mondta el Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Békés megye legnagyobb egészségügyi komplexumában az orvosok és szakgyógyszerészek mindannyian béremelésben részesültek, és a szakdolgozók bére is változott. Magyarországon a bruttó átlagkereset tavaly novemberben 285.800 forint volt. Ez 8,2%-kal magasabb a 2015-ös átlagkeresethez viszonyítva. Az egészségügyben összességében 21%-kal nőttek a keresetek, az oktatási területen dolgozók esetében pedig 11%-kal. Az egészségügyben nyilván szerepet játszott ebben, hogy szeptember 1-én indult az a béremelési program, amely az orvosok számára, szakorvosok, szakgyógyszerészek számára két ütemben tavaly szeptember 1-én jelentett 107.000 forintot, idén november 1-én pedig 100.000 forintot béremelkedésként. A kormány célja, hogy az ország erősödését azok is érezzék, akik gyermekekkel foglalkoznak, és a betegeket ápolják, hangsúlyozta az államtitkár. Békés megye legnagyobb egészségügyi komplexumában az orvosok és a szakgyógyszerészek mindannyian béremelésben részesültek, és a szakdolgozók bére is változott. Erről a Békés megyei Központi Kórház főigazgatója Aktuális című műsorunkban beszélt. A szakdolgozók esetében azt tudom mondani, 2016. szeptemberében megvalósult az a 26,5%-os átlagos béremelés, amely tervezve volt. Ezt követően még 3 éven keresztül jövőre, illetve az idén 12%-os, azt követő 2 éven pedig 8,8%-os béremelés lesz a szakdolgozói területen, munkakörökben. Az intézkedés bérfeszültséget okozott, hiszen a háttérben dolgozók, például az adminisztrátorok és egyéb karbantartást végző szakemberek ebből a körből kimaradtak, de idén január 1-től az ő bérük is kompenzálódott, emelte ki a főigazgató.
Lezárult az egyik külterületeket érintő közvilágítási program Gyulán. A fejlesztés részleteiről Alt Norbert számolt be kedreggel. Az alpolgármester a Remete-Bánom szakasznál tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a lakosság igényeit és javaslatait befogadva választották ki azokat, a körzetéhez tartozó részeket, ahová lámpatesteket esetenként oszlopot szereltek fel. Az 1,6 millió forintos keretből Szanazug, Csikosér, Városerdő és Szeregyháza területén is megvilágosodott néhány szakasz. A politikus úgy fogalmazott, bár a projekt megvalósítása alatt több probléma is felmerült, ezeket sikerült megoldaniuk, és végül december 15-én lezárult a fejlesztés. Elmondhatom, hogy ezeken a területeken, ahol számottevő külterületi lakosság él, elég sok fejlesztést valósítottunk meg ezen a téren az elmúlt 10, illetve 11 évben, és mondhatjuk azt is, hogy most már kevés olyan terület van a városban, amelyet nem érint még közvilágítás fejlesztési beruházás, de az a kevés terület is bízom benne, hogy az elkövetkezendő években be fog világosodni, és meg tudjuk csinálni az elmaradásokat. Február 2-a több szempontból is meghatározó nap, egyrészt vallási jelentőséggel bír, ma van ugyanis Gyertya szentelő boldogasszony. Másrésztről elődeink a mai nap időjárásából következtettek arra, hogy meddig tart még a tél. Ezen a napon a legkisebbek sem tétlenkedtek, a Békés Csabai evangélikus oviban zenés-táncos tornával, játékos vetélkedőkkel várták, hogy meglátja-e a medve az árnyékát. A néphiedelem szerint, ha gyertyaszentelő napján süt a nap és jó idő van, akkor későn fog érkezni a tavasz. A gyertyához, mint szentelményhez sok hiedelem tartozik. A római katolikus családoknál ezen napon, február 2-án vittek több gyertyát a templomba szenteltetni, amelyeket majd otthon eltettek szekrénybe, ládafiákba, illetve kitettek a falra, és mikor vihar volt, vagy halálos beteg volt a háznál, akkor jutottak meg, hogy megóvja őket, illetve gyógyulást hozzam. Zenés-táncos tornával kezdődött a mai nap a Békés Csabai evangélikus oviban. Mindenki behozhatta a maciát az oviba. És mi történik, hogyha kibújik a barlangjából? Elnéz, hogy van-e, hogy van-e távoli medve. És hogyha süt a nap, akkor meglátja az árnyékát? Igen, és akkor gyorsan visszapújik az árnyékba. Az árnyékát meglátja, akkor visszapújik a barlangjába, és tovább alszik. A néphagyományokat ebben az óvodában híven próbálják őrizni. Az óvónők ezzel a játékos eseménnyel nem csak megmozgatják a gyerekeket, de az ismereteiket is tudják bővíteni. A három csoportot egy kicsikét csapatokba rendezzük közösen, és egy játékos torna után 6 csapatra osztjuk őket, és ott játékos, mozgásos, kis akadály, versenyes játékokkal próbáljuk szórakoztatni őket. Minden állomás végén kapnak egy nyomdát a gyerekek a kezükre, és aki összegyűjtötte a 6 nyomdát, akkor a végén macifalatokat fog kapni jutalmul. A hiedelem szerint február 2-án a téli álmából ébredő medve kijön a barlangjából. Ha napos időt talál és meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, mert még hosszú lesz a tél. Ha mégsem, akkor már közel a tavasz. Két Békés megyei fiatalt ítéltek halálra az 56-os forradalomban betöltött szerepük miatt. A Pofosz megyei szervezetek könyv és dokumentumfilm bemutatóval emlékezett Mány Erzsébetre és Farkas Mihályra, kivégzésük 60. évfordulóján Békés Csabán. Hosszú évtizedekig titokban eltett sír a Békés Csabai Berényi úti temetőben. Az 1956-os forradalom két mártírját, Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt temették el ott, 1957. február 2-án hajnalban. A Magyar Politikai Foglyok Szövetségének Békés megyei szervezete könyv- és dokumentumfilm bemutatóval emlékezett a 60 éve kivégzett fiatalokra. Az eseményen mutatták be Sarosi Mihály, csabai író Álomposzta című 56-os parasztdrámáját is. A parasztságnak a rákos időszakba történt szétverésének, az 56-os lázadásnak és a forradalom végbefolytásának. Az összes ürítésen néhány
jelenetben. A színmű a csabai 56 hőseinek és a városban kivégzett vértanúknak állít emléket. Mány Erzsébetet és 15 társát a határmenti gyulaváriban történt fegyveres szervezkedésért ítélték el. 57-ben ezt a pert lényegében azért rendezhették meg, mert kellett valamit példástat válni, hogy ugye közeledett a március, a MUK a márciusban újra kezdjük, tehát a félelmük megvolt. A megemlékezésen levetítették, a rendszerváltást követően Mány Erzsébet nővérével, Rozáliával készített dokumentumfilmet is. Ha már elfogták a testvéremet, én felemették a tanyát, és akkor utána már borzalma következett. Mány Rozália csak halála után engedélyezte a film bemutatását. Itt csak most testvére Erzsébet és Farkas Mihály kivégzésének évfordulóján láthatták először az érdeklődők a visszaemlékezést. Békés Csabán a Jankai Tibor általános iskolában tartott riói élménybeszámolót Szász Kovács Emese, olimpiai bajnok párbajtőröző. A vasas versenyzője a Hiszek Benned sportprogramnak köszönhetően érkezett a békési megyeszékhelyre. A gyorsaságra és a jó reakcióidőre volt szükség abban a játékos vetélkedőben, amelyet a riói bajnok vezetett le a Jankai Általános Iskola torna termében. Ezt követően a tavalyi olimpián az első magyar aranyérmet megszerző vívó mesélt a pályafutásáról, a felkészülésről és az ötkarikás élményeiről is. Emesére én felnézek a rettentő kitartásáért, és hogy a nagy koncentráló képesség, sőt a vesztelt helyzetből is fel tudja hozni az asszút. Ez egy nagyon jó erény, és ezért szerintem nyugodtan mindenki felnézhet rá. Akadt olyan diák, aki arra volt kíváncsi, hogy egy olimpiai bajnok mivel tölti a szabadidejét, de az is felmerült kérdésként, hogy összesen hány aranyérmet szerzett eddigi pályafutása alatt. A kiváló versenyző örömmel válaszolt a fiataloknak, és elárulta azt is, hogy már többször visszanézte az olimpiai döntőt, hogy valóban beteljesedette a gyerekkori álom. A gyerekekkel való találkozás az mindig egy hatalmas élmény, mert annyira őszinték és kedvesek, hogy én csak töltekezni tudom ezekből a percekből, és ilyenkor is érzem azt, hogy igazán, hogy mi történt ezen a napon, és mit jelent az, hogy az embert ennyi magyar kísért figyelemmel egész nap, és ennyi magyar drukkolt neki. Az élménybeszámoló után gyorsan körbevették a diákok az olimpiai bajnokot, aki lelkesen osztotta az autogramokat a gyerekeknek. Az Emese mindenféleképpen példakép. Én nagyon bízom benne, hogy a vívó gyerekeink az ő általa elmesélt élményekből gazdagodva motivációt szereznek maguknak, hogy a továbbiakban esetleg még keményebben dolgoznak és még nagyobb célokat tűzzenek ki maguk elé. Az önkormányzat március 15-ig a Sportolj Együtt olimpikonokkal elnevezésű rendezvénysorozatban még további ötkarikás bajnokokat és érmeseket hoz Békés Csabára, a város különböző oktatási intézményeibe. Diák olimpiai bajnokokat köszöntöttek a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Békés Megyei Diák Sport Egyesület azokat a fiatalokat ünnepelte, akik a 2015-2016-os tanévben a Diák Olimpia versenyrendszerének országos döntőjén első helyezést értek el. A rendezvény díszvendége Azas Kalicki László volt, aki új kígyósról indulva 2004-ben a magyar férfi kézilabda válogatottat vezette szövetségi kapitányként az olimpiai elődöntőig. Példázza az én sorsom azt, hogy egy kis versenyről el lehet jutni a nagyra. Pavuk Tirának is az az álma, hogy rangos nemzetközi versenyeken vegyen részt felnőttként. Jó úton halad, hiszen európai ifjúsági olimpiai harmadik, valamint ifjúsági európai bajnoki második helyezett lett az elmúlt két évben. Emellett háromszoros diák olimpiai bajnok is. A szüleim mindig is ösztönöztek arra, hogy sportoljak valamit. Nem kellett, hogy versenyszerűen vagy komolyan vegyem, viszont szeressem és élvezzem a sportot. Mikor elkezdtem atletizálni, akkor az edzőm segítségével, Urbanikné Rossa Mária segítségével egyre több sikert tudtam elérni, és a sok munka meghozta a gyümölcsét. Az eseményen külön díjazták Békés megye legeredményesebb testnevelőjét is, akinek diákjai az előző tanévben 6 alkalommal álltak a Diák Olimpiai dobogó legmagasabb fokán. Nekem ez az egy lehetőségem volt, ezekben a gyerekekben meglátni a tehetséget, és nagyon nagy szerencsém, hogy tovább tudtam őket adni olyan helyekre, ahol megfelelő szakmai irányítással, szívbéli jósággal foglalkoztak velük,
Úgyhogy ez az egyetlen egy titok van, hogy jó szakmai közösség van itt a megyében. Nagyon-nagyon sokat köszönhetünk az atlétikai klub szakmai erősségének. A Magyar Diáksport Szövetség tiszteletbeli alelnöke a rendezvényen elismerte a Békés megyei szervezet munkáját. Daragó Lászlóné szerint a megyei az egyik legaktívabb szervezete az országos szövetségnek. Bajnokokat köszöntöttünk ma, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy tudjuk megköszönni is az eredményeket, tehát ne csak elvárjunk dolgokat, hanem megköszönni is tudjuk. A Békés megyei Diáksport Egyesület magajándékozta a fiatalokat és a felkészítőiket, valamint egy hatalmas tortával meg is vendégelte őket az eseményen. Újpesten kezdi a februári menetelést a BRS-e. A csabai röplabdás lányok pontveszteség nélkül vezetik a bajnoki tabellát, a veretlenségi sorozatot pedig pénteken a fővárosban folytathatják. A Nyíregyháza elleni sikeres kupa elődöntővel zárta a 9 összecsapást felölelő januári meccsdömpinget a Vihar-Sarki gárda. A következő hónap sem lesz könnyebb a bajnoki és kupa címvédőnek, hiszen rögtön egy újpesti látogatással folytatódik a hazai pontvadászat. A csapat azonban letette a jó alapokat az augusztusi felkészülésben, most pedig az új játékosokkal Szása Nedeljkovicsnak is több változtatási lehetősége nyílt. A csapatunk kerete az bővült, szóval ez hozzásegít minket, hogy tudjunk pihenni is, és át tudjuk szervezni a csapat szerkezetét. Ez nagyon sokat segít, mert tényleg ez nagyon sok mérkőzés, nagyon sokat kell fizikailag és mentálisan is készülnünk ezekre. Az újpestieknél edzőt váltottak a sikertelen bajnoki és kupa szereplés miatt. Miodanovics Andrea helyét ideiglenesen Valis György vette át. Az ötödik helyen álló fővárosiak előrébb lépnének a tabellán, így egy izgalmas csata is összejöhet a pénteki rangadón. A találkozó esélyese a csabai együttes lesz, amely mind a 14 bajnokiát megnyerte az idei kiírásban. A lényeg igen a győzelem, minden meccsre úgy megyünk, hogy győzni szeretnénk. Most az, hogy 3-0 vagy 3-1, az mindegy, a lényeg, hogy győzzünk. Természetesen ennek is egyszer vége lesz, hogy 3-0-as győzelmek jönnek, egyszer megszakad a sorozat, de az a lényeg, hogy minden meccset győzelemmel zárjunk. A találkozó pénteken 18 órakor kezdődik Budapesten a Tungsram csarnokban. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!